Ősztől emelkedik a gáz és az áramdíja is, mely nem csak a lakosságot, hanem az önkormányzatokat is érinti. A térség több településének vezetése ennek kapcsán azt vizsgálja, hogy milyen területeken van szükség spórolásra, hiszen az is biztos, hogy nőni fog a rászorulók száma is. Mi az, amit tehetnek a lakosok, illetve hogyha valaki ebben az időszakban majd segítségre szorul esetleg, akkor mit tehet, hova fordulhat? Az önkormányzathoz mindenképpen, ez az eddigi években is jellemző volt, hogy az úgynevezett szociális tűzifát például a rászorulóknak a korábbi években is szoktunk osztani egy évben több körben is. Ennek a körét és a mértékét próbáljuk növelni, bár ugye most az is nehézség önmagában, hogy tűzifához jusson, akár az önkormányzat is, de igyekszünk ezt beszerezni és a szükségleteknek megfelelően segíteni az arra rászorulókon. Nem látunk most még egyéb konkrétumokat. Intézményeinknél merült fel, ugye spórolás lehetősége. Van olyan intézményünk, ami új építésű és már úgy alatt kialakítva a fűtési rendszer, hogy például a fával is lehet üzelni, tehát ezeket majd most tesszük mérlegre, hogy mi az, amit érdemes, mi az, amíg gazdaságosabb és hatékonyabb. Nyilván vannak pénzügyi tartalékaink, azt látjuk, hogy a drágulás be fog következni, azért optimistán állunk hozzá, azt gondolom felkészülten várjuk ezt az időszakot is, és amennyire csak lehetőségünk engedi, a polgároknak is segíteni fogunk. Egyébként azért mire lehet számítani, hiszen minden évben ott van a költségvetés, hogy ez a keret valóban elegendő lehet, vagy tehát milyen változást kellett akár eszközölni, hogy azért ez a tartalék egy kicsit erőteljesebb legyen? Nagy megszorításokat még nem tervezünk a jövő évre. Biztos vagyok benne, hogy kicsit kevesebb fejlesztés fog végre hajtásra kerülni a következő esztendőben, bár vannak olyan EU-s források, amiket elvileg a megszorítások nem érintenek, vagy legalábbis az legutolsó információk szerint nem. Tehát több olyan top pluszos pályázat is, amit benyújtottunk. Mivel az EU-s keretből kerül finanszírozásra, az eddigi információink szerint ez kiosztásra is fog kerülni, tehát bízunk benne, hogy azért lesz előrelépés, illetve fejlesztés fizikailag is. Nyilván a többit pedig meglátjuk, hogy a rezsijárak emelkedés és az egyebek mennyire viselik meg a költségvetésünket. Most még nem látunk teljesen tisztán ebben a kérdésben. És amikor azért el lehet mondani, hogy egy átlagos adóképesség fölött van a nálunk működő cégek adófizetési mértéke, úgyhogy azért azt remélem, hogy mondjuk az átlagos településeknél kevésbé fogjuk érzékelni ezt, illetve könnyebben fogjuk tudni megugrani ezt a nehézséget, hogy pontosabban fogalmazza. Kicsit beszéljünk a szépkorúakról, mert talán ők a még inkább érzékenyek erre az adott helyzetre, egy picit nyugtassa meg őket, hogy mégis azért belegondolok, hogy van, aki esetleg házban él mondjuk egyedül, hogy mit tud tenni. Persze ez nehéz kérdés, de mégis problémát jelenthet a számára, hogy a nyugdíjból esetleg most ezeket a hirtelen megemelkedett rezsiköltségeket finanszírozni tudja. Igen, ahogy mondtam, igyekszünk a szociális téren a segítségnyújtást kiterjeszteni, hanem a lehetőségeit, illetve a szükségleteket most vizsgáljuk. Azt mondom, hogy kis település vagyunk, a szerencsére itt azért még ilyen élőek az emberi kapcsolatok, tehát azok, akik problémája merül fel, én biztatom, hogy keresse valamelyik képviselőnket, vagy akár engem személyesen, és igyekszünk megoldást találni a problémára.